Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, húsvét vasárnapot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Balatoni Mária útról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Balatoni Mária úton, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzitek a Balatoni Mária úton. És én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor megmutatom néktek konkrétan azt, hogy én az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Szóval én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem, arra felé van Balatonszőlős, tehát abba az irányba van Balatonszőlős, és én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hiszen onnan jöttem. Így hát fordulok is egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt a Balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már haladok is tovább, tehát folytatom is tovább a mai kis túrámat itt a Balatoni Mária úton, tartsatok velem a továbbiakban is. És pillanatokon belül itt balra el is fogok kanyarodni, tehát szépen itt balra el is kanyarodok, konkrétan pillanatokon belül, mert tényleg pillanatokon belül elkanyarodok balra, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, mert nem arra felé fogok haladni a továbbiakban, hanem mindjárt mutatom, hogy merre felé fogok haladni a továbbiakban. Én konkrétan a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok haladni, hisz arra felé folytatódik tovább a Balatoni Mária út, és arra felé van konkrétan Balatonfüred. Tehát abba az irányba van Balatonfüred, és abba az irányba folytatódik tovább a Balatoni Mária út. És akkor egy kis visszatekintés. Hát legyen egy kis visszatekintés akkor, ha már így itt pörgök körbe-körbe. És akkor én konkrétan az ezt megelőző videómban, illetve az ezt megelőző videómban, igen, abból az irányból jöttem, tehát abból az irányból jöttem, arra felé van Balatonszőlős. Tehát arra felé van Balatonszőlős, és én abból az irányból jöttem. És akkor haladok is tovább, természetesen, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat itt a Balatoni Mária úton, méghozzá arrafelé, tartsatok velem. És akkor megmászom ezt a kis dombot itten, ami itt látható ezen a felvételen, tehát szépen megmászom ezt a kis dombot, és akkor haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, így húsvét vasárnapján,
Igen, húsvét vasárnap van, amikor ez a videó készült, mert tényleg húsvét vasárnap van, amikor ez a videó készült, pontos idő és dátum folyamatosan látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. És akkor itt szépen balra fordulok, tehát szépen itt balra fogok fordulni, tehát mindjárt mutatom, és akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé haladok a továbbiakban, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, hisz arrafelé halad tovább a Balatoni Mária út, tehát arrafelé halad, és akkor így néz ki a táj, illetve a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arrafelé van Balatonszőlős, tehát abból az irányból jövök, és így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Hát íme, így néz ki maga a táj, gyerekek, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, tartsatok velem. És akkor én már folytatom is tovább a mai kis túrámat, így húsvét vasárnapján, itt a Balatoni Mária úton, hiszen már az ezt megelőző videóimban is ezen a bizonyos Balatoni Mária úton túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, konkrétan ugye abból az apropóból, hogy húsvét vasárnap van, igen, tehát húsvét vasárnap van, amikor ez a videó készült, pontos idő és dátum folyamatosan látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, itt a Balatoni Mária úton, hisz a mai túrám az erről szól, hogy a Balatoni Mária úton túrázok, konkrétan ugye ezen a mai napon, és akkor szépen haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, és közben szépen haladok fölfelé az emelkedőnek, hát szépen emelkedőnek haladok, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát emelkedőnek haladok konkrétan, hát szépen mászok fölfelé, felfelé a dombra, ahogy láthassátok, és akkor innentől kezdve már szinte mindvégig lakott területeken fogok haladni, hiszen innentől kezdve már lakott területeken fogok haladni ezen a mai napon, egészen Csopakig, ha minden jól megy, tehát egészen Csopakig fogok elsétálni ezen a mai napon, itt a Balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, akkor haladok tovább természetesen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor innentől kezdve tényleg már csak lakott területeken fogok haladni mindvégig. Tehát mindvégig innentől kezdve lakott területeken fogok haladni. Méghozzá úgy, hogy a Balatoni Mária utat fogom nyomon követni, aminek a jelzése itt is van. Ezt így meg is tudom nektek mutatni. Hát íme, itt van a Balatoni Mária útnak a teljesen egyértelmű jelzése,
és a továbbiabban is, ezen a bizonyos balatoni Mária úton fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat arrafelé. Tehát arrafelé haladok a továbbiakban. Tartsatok velem. Csak kijövök innen a Bozótosból. És akkor haladok tovább. Hát itt szembe közben ez az építkezés szépen halad előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. Amikor utoljára itt jártam, akkor még csak az a alsó rész volt meg, maga az épület még nem volt látható, azóta már fölhúzták a épületet a pincének a födémjére. És akkor szépen haladok tovább arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat itt a balatoni Mária úton. És akkor szépen haladok tovább. És ahogy mondottam az előzőjekben, innentől kezdve már lakott területeken fogok haladni. Tehát innentől kezdve már lakott területeken haladok mindvégig. Tehát innentől kezdve már lakott lesz a terület, szinte az egész utam folyamán. Végig lakott területeken fogok haladni, itt a balatoni Mária úton. Akkor haladok is tovább természetesen. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor egy kis kitekintés jobbra, mert azért nem semmi innen a kilátás, tehát egy kicsit kitekintünk jobbra, mert tényleg nem semmi innen a kilátás, mindjárt láthassátok, hisz mutatom, íme a kilátás, innen a domb oldalából, hát íme, ilyen a kilátás, gyerekek, ott van szembe Tihany, tehát az ott a Tihanyi félsziget, ami ott látható, tehát az ott Tihany, és így néz ki a kilátás innen a domboldalból. Íme, ott arrafelé van a szófő, tehát abban az irányban van a szófő, tehát ott van a szófő, az arrafelé van, tehát abban az irányban van a szófő, és így néz ki a kilátás innen. És akkor én mutatom, hogy melyik irányból jövök. Én konkrétan abból az irányból jövök, arrafelé van Balatonszőlős, tehát abban az irányban van Balatonszőlős, és én abból az irányból jövök. És akkor így néz ki a kilátás innen a domboldalból. Íme, ott van a szófő, tehát a szófő ott van, és ha egy kicsit tovább fordulok, akkor Tihany is jól látható, ugye ott van a Tihanyi félsziget, tehát az ott szembe konkrétan a Tihanyi félsziget, ami ott szembe látható, tehát az ott a Tihanyi félsziget. És így néz ki a kilátás innen a domboldalból. És akkor haladok tovább itt a balatoni Mária úton, méghozzá arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én folytatom tovább a mai kis túrámat itt a balatoni Mária úton. Akkor haladok tovább természetesen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat itt a balatoni Mária úton. Hiszen már a ezt megelőző videóimban is a balatoni Mária úton túráztam, konkrétan ugye abból az apropóból, hogy húsvét vasárnap van, amikor ez a videó készült. És akkor haladok tovább természetesen, és innentől kezdve hamarosan szilárd burkolatú utakon fogok haladni, szinte mindvégig,
tehát mindvégig már szilárd burkolatú utakon fogok haladni, innentől kezdve, tehát végig már szilárd burkolatú kiépített utakon fogok haladni, innentől kezdve, hisz itt kezdődik már a szilárd burkolatú út, mert tényleg itt kezdődik konkrétan a szilárd burkolatú út, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor innentől kezdve már szilárd burkolatú utakon fogok túrázni, tehát innentől kezdve már szilárd a burkolat, mármint az út burkolat. És akkor haladok tovább természetesen, de egy kicsit még kitekintünk jobbra, mert a kilátás az nem semmi innen a domboldalból. Ezt nézzétek, micsoda kilátás. Jó néz ki mi. Ott van szembe a Tihanyi félsziget. Tehát ott van szembe a Tihanyi félsziget. Tehát ott van maga Tihany. Tehát ott van szembe Tihany. És így néz ki a kilátás innen a domboldalból. Hát íme, ott van ugye arrafelé Aszófő. Tehát konkrétan arrafelé van Aszófő. Tehát ott van Aszófő. És így néz ki a kilátás innen a domboldalról. És ott van szembe Tihany, tehát az ott szembe Tihany, ami konkrétan ott látható. Tehát az ott szembe Tihany. Íme. Gyönyörű szép innen a kilátás. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladok tovább, természetesen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, itt a balatoni Mária úton. És valójában ugye ezen a mai napon mindvégig a balatoni Mária úton fogok túrázni. Ezen a húsvét vasárnapi napon, pontosan abból az apropóból, hogy konkrétan ugye húsvét vasárnap van, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, itt a balatoni Mária úton. És az a tervem erre a vasárnapi napra, erre a húsvét vasárnapi napra, hogy el fogok sétálni egészen Csopakig. Tehát ez a tervem, hogy Csopakig fogok elsétálni ezen a húsvét vasárnapi napon, itt a balatoni Mária úton. És ha megnézitek az ezt megelőző videókat, mert remélem, hogy megnézitek, azokban láthassátok konkrétan azt, hogy ugye Balatonszőlősről indultam el, tehát Balatonszőlősről indultam el, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek, hogyha az ezt megelőző videókat is megnézitek. És akkor szépen haladok tovább itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Itt a balatoni Mária úton. Hát itt azért már errefelé már vannak emberek is. Tehát itt azért már fogok találkozni emberekkel is. Hiszen ugye lakott területen vagyok. És mindvégig lakott területen leszek, innentől kezdve. Tehát mindvégig lakott területeken fogok haladni, innentől kezdve. És akkor haladok is tovább természetesen. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább itt a balatoni Mária úton. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat.
Hello! És akkor szépen haladok tovább természetesen, ahogy látható ezen a felvételen. Hát egy kicsit ugye kilépek, tehát egy kicsit ki kell lépnem, hogyha a mai napon el akarok jutni Csopakig, az egy kicsit ki kell lépnem ahhoz, hogy Csopakig eljussak ezen a mai napon, itt a Balatoni Mária úton. Azért az egy kicsit itt ki kell lépkednem. Jó, mink itten tök egyszerű, mert valójában végig szilárdburkolatú az út. Tehát végig ilyen szilárdburkolatú utakon fogok haladni, illetve gyalogolni, vagy éppen túrázni, kinek hogy tetszik. És akkor folytatom tovább a túrámat, illetve a mai kis sétámat itt a Balatoni Mária úton, és szépen haladok ugye Balatonfüred felé, mert tényes való, hogy Balatonfüred felé haladok, hisz valójában ez itt már Balatonfüred, tehát közigazgatásilag ez a rész már Balatonfüredhöz tartozik, ez a terület, ahol most éppen gyalogolok, és akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, itt a Balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladok itt a Balatoni Mária úton. Folytatom tovább a mai kis túrámat konkrétan. És ahogy mondottam, ugye ez a rész már lakott terület. Tehát itt már végig lakott területeken fogok haladni. Tehát végig lakott lesz a terület, amerre haladok. És ez valójában a Balatoni Mária útra jellemző is, hogy Balatonfüred és Balatonalmádi között mindvégig lakott területeken halad. Ez a bizonyos Balatoni Mária út. És akkor én is haladok itt a Balatoni Mária úton. Húsvét apropójából konkrétan. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És természetesen még mindig a Balatoni Mária úton vagyok. Természetesen. És a további abban is így lesz, hogy itt a Balatoni Mária úton fogok haladni, aminek egyébként itt is van a jelzése, láthassátok, hogy itt vagyok a Balatoni Mária úton, és a továbbiakban is ezen a bizonyos Balatoni Mária úton fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És itt halad amúgy a piros sávtúra útvonal is, ahogy látható ezen a felvételen. Na de a mai napon engemet a Balatoni Mária út érdekel, és a további abban is természetesen ezen a bizonyos Balatoni Mária úton fogok haladni. Tartsatok velem! Tehát haladok tovább arra, Balatonfüred felé, illetve Csopak irányába. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, ami valójában már egy séta lesz inkább csak, mert ugye már nem fogok a erdőben haladni ezen a mai napon. Tehát az erdős rész ugye az az ezt megelőző videómban volt, amikor erdős részen haladtam. Hát valójában ezen a mai napon már mindvégig ilyen lakott területeken fogok haladni tulajdonképpen. Ugye egy lakott területen már áthaladtam,
ugye az Balatonszőlős volt, amin már áthaladtam, hisz konkrétan ugye a mai kis túrámat Balatonszőlősről indítottam el, tehát Balatonszőlősről indultam el ezen a mai napon, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok tovább itt a balatoni Mária úton, és szépen haladok befelé Balatonfüred felé, tehát szépen haladok be Balatonfüredre, konkrétan itt a balatoni Mária úton. Hú, egy újabb útelágazás, és akkor haladok tovább, természetesen itt a balatoni Mária úton. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat konkrétan. Hú, és akkor itt elkezdek szépen lefelé ereszkedni, tehát szépen elkezdek leereszkedni konkrétan. Jó, akkor szépen ereszkedek lefelé, hát szépen elkezdek lefelé ereszkedni, ahogy látható ezen a felvételen. Hát folytatom konkrétan a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. És akkor haladok tovább itt a balatoni Mária úton. Hát szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És természetesen még mindig a balatoni Mária úton vagyok. Tehát még mindig a balatoni Mária úton haladok. És akkor szépen ereszkedek lefelé, befelé Balatonfüredre. Hát szépen elkezdtem beereszkedni Balatonfüredre, hisz pillanatokon belül megérkezek Balatonfürednek a belterületére. Valójában már ez a rész is, ahol most éppen sétálok, tehát ez is már valójában Balatonfüred konkrétan, mert ez is már Balatonfüred természetesen. És akkor én haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Itt a balatoni Mária úton. Amúgy a mai túrámnak egész jó időjárást fogtam ki erre a mai túrámra. Az eső nem esik, ez bízok benne, hogy ez így is marad, hogy nem fog esni az eső. Ez jó volna, ha nem eredne neki. Azt azért tudnám értékelni, ha az eső itt nem kezdne neki eredni. Azért azt nagyon tudnám értékelni, hogy tudjak haladni a mai kis túrámmal, hisz ugye a mai kis túrámnak a úti célja Csopak, tehát Csopakig kéne eljutnom ezen a húsvét vasárnapi napon, tehát Csopakig kéne valami úton, módon eljutnom ezen a húsvét vasárnapi napon. És akkor haladok tovább, természetesen. És majd valamikor egy következő alkalommal, ami szerintem holnap lesz, tehát húsvét hétfőn, fogok haladni majd tovább Csopakról Balatonalmádi irányába, mert konkrétan ugye a balatoni Mária útnak a szakaszának a vége az Balatonalmádiban van, a Szent Jobb kápolnánál, tehát ott van vége a balatoni Mária útnak, a Balatonalmádiban, a Szent Jobb kápolnánál, tehát ott van vége a balatoni szakasznak, mármint a Mária útnak a balatoni szakaszának, tehát Balatonalmádiban van a vége, méghozzá a Szent Jobb kápolnánál konkrétan. Hát meglássunk, hogy a holnapi napon ele fogok odáig jutni, vagy majd a jövő héten, de tény és való, hogy odáig fogok eltúrázni. Igaz, nem a mai napon,
valószínűleg nem is a holnapi napon, hanem majd valamikor egy következő alkalommal, amit még természetesen így előre nem tudhatok, hogy mikor lesz, mármint a következő alkalom, tehát azt még előre nem tudhatom. Egyet tudok, hogy jelen esetben, ebben a pillanatban meg is érkeztem Balatonfürednek a belterületére, mármint a tényleges belterületére megérkeztem Balatonfürednek ebben a pillanatban. Tehát ez itt a Balatonfürednek a tényleges belterületének a kezdete, ahol most éppen sétálok. És akkor haladok természetesen tovább itt a Mária úton, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább. Most már itt Balatonfüred területén, tehát ez itt már konkrétan Balatonfüred, ahol most éppen megérkeztem. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És természetesen itt halad a piros sáv túraútvonal is, amiről már korábban készítettem videókat, természetesen, és azok a videók már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. Akkor szépen haladok tovább itt a Mária úton. Méghozzá a balatoni Mária úton haladok. Most már ugye Balatonfüred területén, hát ez már itt Balatonfüred, konkrétan. És akkor szépen haladok tovább természetesen, itt a balatoni Mária úton, itt Balatonfüred területén. És a mai napon szerintem csopak meg lesz, ha jól számolom, tehát a mai napon valószínű, hogy meg lesz csopak is, tehát csopakig el fogok jutni ezen a vasárnapi napon. Bízok benne, hogy el fogok jutni csopakig, mert azért jó volna odáig eljutni ezen a mai napon még csopakig, és majd nyilván egy következő alkalommal valamikor onnan fogom majd folytatni a Balaton Mária útnak a bejárását itt a Balaton északi partján. Hát közben följövök ide a járdára, mert ha jól hallom, szemből jön egy autó, azért itt már jobb, ha a járdán megyek. Úgy hallom, hogy szemből jött egy autó, ha jól hallottam, de lehet, hogy csak halucináltam. És akkor szépen haladok tovább itt a balatoni Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És mivel, hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Természetesen a mai kis túrámnak még nincs vége. Tehát a mai kis túrámnak még egyáltalán nincs vége. Hamarosan fogom folytatni majd egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, legalábbis én ebben bízom. Ha tetszett ez a videó néktek, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és ne feledjétek, hamarosan folytatom ezt a túrát, nyilván majd egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, legalábbis én ebben bízok, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, és majd a következő videóban fogom folytatni a túrámat itt a Balatoni Mária úton. Nos, lányok és fiúk, találkozzunk egy következő videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ja, és én a további abban majd arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. Sziasztok!